Sziasztok, Rubi vagyok a Két Világ Közből, és augusztus 10-e van, úgyhogy úgy gondoltam, itt az ideje, hogy megmutassam a kertet ismét. Sajnos kimaradt a július közepe update, na de annyi baj legyen, annál több és annál nagyobb fejlődést tudok nektek most megmutatni. Például, hogy most a kert végéből kezdjem, a változatosság kedvéért, szeretném megmutatni nektek a tököt, ami egyszerűen olyan hatalmas méretűvé fejlődött már, legalábbis növény szinten, hogy az valami fantasztikus. Tele van virággal egyébként. Ezek közül itt láthattok egyet, éppen porozzák a szapora méhecskék, de ami még jobb, hogy nem csak virág van rajta bőven, hanem már itt lehet látni egy tököt is, és már most belefér a tenyerembe, szóval egy szép nagy darab. Ez a halloweeni faragó tök lesz, de megnéztem a neten, hogy ez a fajta, a Big Max az ehető is, tehát ez nekem külön jó hír. Úgyhogy októberre már szerintem ezek be kell, hogy érjenek, és jó sok tökünk lesz. Egyébként már nagyon sok ágát vissza kellett vágni, mert eszméletlen gyorsan nő, úgyhogy beigazolódott az, amit vártam, csak az elején kicsit lassúnak tűnt nekem a fejlődése, de mostanra már valami hihetetlen gyors és nagy helyet foglal, tehát lehet látni, hogy kell neki bőven terület, még a szomszédhoz is átfutott, pedig már hány ágat vágtunk vissza róla, de hát na, egyszerűen az élet utat tör magának, és ahogy elnézem, lehet, hogy a szomszédnak lesz ingyen tök idén. És ha már tökfélék, akkor a kedvencem sem maradhat ki. Itt láthatjátok a cukinit. Jelenleg 4 cukini van rajta, ezeket le is fogom ma szedni egyébként. Már szedtem róla egyet, hogy ez idáig 5 szép cukini már idén, egy tövön, mert csak egy maradt meg sajnos, de őszintén nem bánom, csak maradjon meg legalább egy. Így is bőven lesz rajta. És a következő, amit még itt meg tudok mutatni, azok a kígyó uborkák. Náluk ugye az első magokról keltetett palánták a kihozatal után mind meghaltak a hideg miatt. Szóval úgy döntöttem, hogy újabb magokat vetek, és azokat már szabad földbe, és nagyon későn tettem, de lehet látni, hogy ezek megmaradtak, jönnek a virágok, és én nem bánom, hogyha későn lesz kígyóborka, csak legyen, mert nagyon szeretem ezt is, és ez az első év, hogy kígyóborkát ültetünk. Az előző években a sima uborkák nem igazán szerették itt nálunk, tehát úgy voltam vele, hát ha majd ez, és ez idáig gyönyörű szépen nő, már most látni a virágokat, szóval szerintem megérte. Sosem baj, ha késő, csak teremjen. A céklákban idén sem csalódtunk, nézzétek meg, milyen hatalmas fejcéklák vannak még. Már egy jó párat felszedtünk egyébként, de még mindig van a földben, úgyhogy majd lesz cékla saláta. Mindenféleképp, szóval innen még majd fogok bevinni a cukinikkel együtt jó pár céklát a mai nap. Nagyon egyszer ültetni, ajánlom nektek, ti is próbáljátok ki, szerintem nincsen vele nagy gond. Most pedig hadd mutassak meg nektek pár gyönyörű karalábét, ezekből is fogok ma bevinni. Itt láthattok egy lilát, mögötte egy zöldet, majd megint egy lilát, és itt ez a legnagyobb idáig. Ezt tuti ma hazaviszem, és alig várom, hogy készítsünk belőle egy kis levest, vagy esetleg pároltan, és nagyon finom köretnek, valami fenséges. Le voltak hálózva, de sajnos még így is lehettek egy párat a kártevők. Például, ha megnézitek ezt, ez nem is fejlődik, ugye pont azért, mert nincsenek levelei, ami fotoszintetizálni tudnának, tehát szegény, csak egy ilyen bot maradt. De na, hát ez van, mivel nem használunk semmilyen vegyszert, ezért ez benne van a pakliban. Hogyha permeteznénk bármivel, akkor valószínű nem lennének ilyenek, de mit vagyok vele, veszten el egy pár, de ha már saját fogyasztásunkra készítjük, ültetjük ezeket a növényeket, akkor ne legyen permetes, hanem legyen organikus. Úgyhogy szépen nőnek a karalábék is, és annyira örülök neki, hogy idén lesznek végre, mert a káposztafélékkel nekem nem szokott nagy sikerem lenni a kertben. És ami még új idén, az a napraforgó, gyönyörű szépen virágzik, most már lassan kinyitja a szirmait, és egy csoda igazából, egy boldogság löket ezzel a gyönyörű sárga színével.
Szóval lesz egy pár napraforgó is, ezt nem feltétlenül mag miatt vagy bármi miatt ültettük, csak hogy legyen valami szép és sárga a kerten. Ha már szép és sárga, akkor a következő említendő példa az a kukorica. Eszméletlen gyönyörűen nőnek, most lehet látni, hogy végül is, hogy majdnem 2 hónap eltelt az előző update óta, most virágoznak, és valami fenomenális az, hogy milyen vastagok a leveleik. Nekünk gyerekkorunkban apukám mindig ültetett a kertbe kukoricát, és ugye futkostunk meg, kergettük egymást a kukorica között, de én úgy emlékszem, hogy azok a kukoricák, amik mi között mi futkostunk, azoknak a levele az kb. Fele ilyen vastag volt, mint ennek a levele, szóval ez valami hihetetlen, ez a Gold Crest F1-es hibrid, és hát gyönyörűen látszik, hogy mennyire termőképes, mindjárt mutatom még hátul is. Tehát itt vannak a virágzó címerek, és már itt van a haja, és ennek eszméletlen jó kukorica illata van. És úgy látom, hogy minden száron körülbelül 2 cső érkezik, legalábbis eddig, és az elég jó arány lesz itt, hogyha ezen az összesen mindegyiken lesz 2 cső kukorica, akkor én teljesen elégedett leszek velük, és most tényleg nézzétek meg, milyen vastag. Tehát eszméletlen hatalmas nagy levelei vannak, gyönyörűek. Nem mondom azt, hogy hú, de magasak, mert én láttam ennél magasabb kukoricákat, de nekünk pont jó, hogy ilyen magas. Szóval gyönyörűen nőnek. És ez az első év, amikor végre a kukorica túlél itt a kertben, nem halt meg. És hát tényleg lehet látni, hogy nagyon szépen fejlődik. Szóval igazi sikersztori idén a kukorica. Kert elejéből már bőven learadtuk a salátákat és a hagymákat is, úgyhogy ide előre most brokkoli és karfió palántákat hoztam. Nagyon picik még, de szerencsére eddig jó állapotban vannak. Még úgy látom, hogy nem rágcsálják őket, de ugye kelleni fog a hálórájuk, szóval azt még majd meg kell oldanunk. És remélem, hogy be fognak érni. A másik terv, amit még szerettem volna ide előre a kiszedett hagymák helyére hozni, az a zeller gumó volt, de képzétek el, olyan hibát vétettem, hogy kihoztam a gyönyörű palántákat, és kimaradtak, és egy hétig nem esett rájuk eső, és nagyon égette őket a nap, szóval mire legközelebb kijöttem, elszáradt az összes, és ez az idei legnagyobb tragédiám a kertben talán, mert nagyon rákészültem arra, hogy lesz zellergumú. Hát na, február óta nevelgettem a magokat, úgyhogy ennyi. Jövőre talán lesz zellergumú, de nézzünk is szebb dolgokat, mint például a levendulákat. A levendulákból is szüreteltem, jó sokat vágtam már, és a lakás minden pontján van egy kis levendula, úgyhogy az egész lakás levendula illatú. És nem csak mi szeretjük az illatát, hanem a méhecskék is, tehát nagyon jót teszünk ezzel, hogy nem csak nekünk tetszik és nekünk jó, hanem a méhecskék is jól járnak. Ti is ültessetek levendulát, mert higgyétek el, egy nagyon jó és viszonylag igénytelen növény, szóval díszítse a ti kerteteket is. A bogyósokról röviden annyit, hogy folyamatosan esszük a málnát, a nagyobbnál nagyobb szemű málnákat, és azóta már az újabb ágak is megérkeztek. Úgymond második termés is van már a málnákon, szóval lehet látni, hogy dugig van virággal az összes ág. Lesz szerintem október végéig ehetjük, majd annyi málna lesz. De egyébként gyönyörű szép nagy szemek, szóval eszméletlen. Képzeljétek el, hogy csak ezen az egy bokron 6 kiló egrest tudtunk leszedni. És ez azt jelenti, hogy még volt a fagyasztónkban 2 kiló tavalyról, úgyhogy most 8 kiló egresből készül majd egresbor, szóval bőven lesz gyümölcsborunk szerencsére. Nagyon hálás növény, tényleg megint csak nagyon igénytelen, imádja a meleget, szóval egrest is ajánljuk, hogy ültessetek, és hogyha kap vizet, akkor nagyon-nagyon sok szép nagy bogyója lesz. Mint a ribizlinek, amit már szintén megszedtünk, nem volt rajta túl sok, de én azt mind megettem, és hadd mutassam meg nektek a hortenziámat. Ennek kékes színe van,
még nagyon pici, szóval tavaly az erkélyen volt, és idén már olyan nagy volt az erkélyen, sok helyet foglalt, hogy úgy voltam vele, hogy hozzuk ki, mégiscsak kertbe való. Szóval itt szépen ebben a félárnyékos kis kerítés melletti részen fog mindjárt virágozni nekünk. És ha már említettem, hogy felszedtük a hagymákat, legalábbis egy részét, megmutatom nektek, hogy itt száradnak szépen egy ilyen kis sufniszerű épületben. Itt vannak fehér hagymák, meg fokhagymák is, és itt pedig fönn a vörös hagymák. Egyébként gyönyörű szépek ezek is, vannak köztük hatalmasak, mint például ez itt. Hihetetlen. Lehet, hogy ezt is hazaviszem. Köszönjük, hogy velünk tartottatok a mai napon. Reméljük, hogy tetszett a kert update, és hogy nálatok is hasonló gyönyörűen nőnek a növények a kertben, és hogyha nincs kertetek, akkor az erkélyen, vagy az ablakpárkányban. Szóval ne felejtsetek el feliratkozni, és akkor találkozunk legközelebb is. Sziasztok!